A haszidizmus magyarországi atyáról, Taub Ejzik rabbiról számos legenda kering. Más haszid rebbékhez képest őt elsősorban mégsem a gyógyításairól említik, hanem a hozzá kötődő Szól a kakas már kezdetű darról, melyet mai napig a világ minden táján éneklik, dúdolják az ortodox közösségekben. A nagykállói zsidó hitközség és a budapesti Hunyadi téri zsinagóga az ő emlékét ápolva tartott közös sábátot Harangodon. A nagykállói hitközség ugye újja éled a napjainkban, viszont a híre a nagykállói közösségnek a háború előttről, főleg a haszid rebbe és a haszid múlt miatt világhírű. Én amire jártam a világban eddig, tényleg volt Antwerpenben, vagy Amerikában, vagy Izraelben, és ortodox közösségbe elvetődik az ember, és meg tudják, hogy Magyarországra jön, akkor valószínűleg kb. 5 percemből megkérik, hogy énekelj el a Szól a kakas márt akcentus nélkül. Úgyhogy mindenképpen, szóval ezt a vidéket nyugodtan lehet nevezni a zsidó kultúra az európai Galileájának, szóval a misztikusok földjének, illetve a szentek vidékének, ezt a Észak-Magyarország, Szlovákia, Erdély, Kárpátalja vidékét. Ez nagyon-nagyon-nagyon híres a világon mindenhol. A délután vallási párbeszédekkel kezdődött, majd a rabbitól is kérdezhettek az érdeklődők a legkülönfélébb témákban. A rabbit ugye vallási kérdésekbe szokták ugye kérdezni vallási jogilag, hogy ez megfelel, ez nem felel, meg ez szabad, ez nem szabad. Ez a hagyományos kérdezés. Aztán a misztikus rabbiknál, akik már nem is rabbik, hanem rebék, azoknál mindenfajta életvezetési kérdése is fölteszik, hogy ezt a lányt elvegyem a feleségül, ahhoz a fiúhoz hazamegyek, ebbe az üzletbe belefogjak, ide költözzek, oda lakjak, ne ott lakjak, ez a szomszédom, az a szomszédom. A mai modern rabbikat a posztmodern korban sokkal inkább posztmodern kérdésekkel bombázzák. A fiam coming out-olt és elmondta, hogy homoszexuális mit csináljak, nem szeretnék húst tenni, erről mit mond a Tóra. Szóval globális felmelegedés van, vállalják egy gyereket, mindenféle klímaszorongás és minden más, ami tényleg a posztmodern kornak a kérdései és a Z generációt vagy a mai generációkat érdekli, azokat fölteszik az embernek. Sajnos vagy nem sajnos, változik a világ, sokkal kevesebb vallástechnikai, vallási jogi kérdést tesznek föl. A közös sábát célja az volt, hogy a vidéket felkereső rabbik a 80. évfordulótól kezdve egy feltámasztó, együttműködő ünneplésre invitálják az embereket, ahol a gyász hangján túl a korábbi békés kezdetre emlékezzenek, a jelen közösségét kovácsolva.